szeretnék. Én Dudás Mária vagyok, és gyermekasztrológiával foglalkozom. Ez tulajdonképpen ugyanaz a módszerrel dolgozik, mint a rendes asztrológia, csak a gyermekeknél bizonyos korszakokat veszünk tekintetbe. Ez azt jelenti, hogy 0-tól 7 éves korig is más típusú bolygók kapnak, tehát a gyereknek más személyiség része jön elő, és aztán a későbbiekben is, amit kamaszkornak hívunk, vagy a kisiskoláskornak, akkor is más személyiségjegyeket vizsgálunk, és azok lesznek majd a markások, a meghatározók a gyereknek a megnyilvánulásaiban. Magam is 3 gyermekkel rendelkezem, tehát megtapasztaltam a tudatos nevelést is, és a ösztönös nevelést is, és tudom, hogy mi a különbség a kettő között. Két nagyobbik gyerekemet még ösztönösen próbáltam nevelni, több-kevesebb sikerrel, de a kicsi már rákényszerített arra, hogy tudatosan álljak, és egy egészen más szemléletmóddal közelítsen meg az ő nevelését, mert olyan problémákat produkált, amit a pszichológusok és a tanárok már nem tudtak megoldani, és csak az oldotta meg a végén, hogy magát a gyereket ismertem meg. Ugye a mai világban nagyon sokat hallunk, és mindenféle módszerekkel ismerkedünk, hogy mi magunk hogyan váljunk tudatossá, hogyan figyeljük a jeleket, hogyan változtassunk esetleg a gondolkodásmódunkban. De ugyanezt tudatosságot nem állt belevinni a gyereknevelésbe is, és a mai gyerekek egészen másként működnek, és egészen mást igényelnek már tőlünk, mint régebben, tehát sokkal többet igénylik azt, hogy a lehetőségükkel foglalkozunk, mint az anyagi világ dolgaival. A tudatos gyereknevelésnek tulajdonképpen az első alappillére, és ezen a legfontosabb, hogy egy édesanya, meg az egész, tehát mindkét szülő, készüljön fel tudatosan a gyerekvállalásra. Tehát az anyuka is ismerje meg azt, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Tudja magáról azt, hogy anyaként hogyan fog tudni ösztönösen gondoskodni a gyermekéről, hiszen ez egy óriási segítséget fog majd jelenteni akkor, amikor a gyerek megszületik. Tehát, hogyha én tudom magamról, hogy szorongó vagyok, akkor ezen dolgozni kell előtte, mindenféle technikákkal, hogy oldjam a feszültséget, ugyanis az én szorongásom az át fog tevődni a gyermekemre, és akkor ez simán okozhat el a hasfájást, vagy nyugtalanságot, és akkor innentől kezdve már eleve egy problémás kezdet van. Természetesen ilyenkor mindig remek segítségeket kapunk minden oldalon, már jönnek a szomszédok, jönnek a szülők, jönnek a nagymamák, és akkor jönnek a legokosabb megoldásokkal. De az senkinek nem ült eszébe, hogy esetleg maga az édesanyja okozza ezt az egész testi problémát a gyereknél. Tehát én a legfontosabbnak azt tartom, hogy az anyuka legyen boldog és kiegyensúlyozott, mert akkor a baba is boldog és kiegyensúlyozott lesz, ugyanis 7 éves koráig a gyerek egyfajta legfontosabb arral kötődik az anyukájához, tehát az, amit ő produkál viselkedésben, vagy akár egészségileg, az mind-mind az édesanyának a problémáinak a tükörképe. Tehát, hogyha erre figyelünk, akkor nagyon szépen ki tudjuk kódolni, hogy éppen mi folyik bennünk, vagy mi okoz problémát. Mert hogyha sokat van a gyereknek gyulladásos betegsége, vagy felső légúti problémája, akkor lazán előfordulhat az, hogy én magam nem tudok azonosulni az anyaság érzésével, és ez a lekötöttség, amivel együtt jár ez az egész történet, ezt nem tudom elfogadni. És tehát, hogyha ezzel tisztában jövök, hogy én hogyan működök, és fölteszem magamnak a kérdést, hogy igen, én akkor most le tudok lassulni, én tudom vállalni a gyermeket, akkor már tudatosan állok a gyermekvállaláshoz. A következő lépés az az, hogy a gyermekünket is ismerjük meg, és tudjuk azt, hogy ő mit vár el tőlünk. Tehát mi tudunk egyfajta gondoskodásmódot biztosítani a számunkra, viszont van őnek is egy igénye, amit ő vár el tőlünk. Hogyha ez a kettő nem egyezik, akkor már ez eleve egy feszültségforrás. Mert ha egy gyerek temperamentumosabb, sokkal gyorsan akar minden, és én meg pedig arra törekszem, hogy mondjuk harmonikus környezetet teremtsek körülötte, és akkor gyertyát gyújtok mondjuk az etetéshez, addigra a gyereknek ekkor lesz a feje, és éhes, mint a fene, és már vörös, és álomba sírja magát, mire én oda jutok, hogy egyáltalán meg tudom őt etetni. Tehát ezeket nem árt tudni, és akkor az összeszokás az nem húzódik el húzamosabb ideig, hanem tulajdonképpen az első pillanattól kezdve megoldható. Tehát mondtam, hogy én gyerekasztrológus vagyok, természetesen senkit nem fog meglepni, hogy én ugye az asztrológiában hiszek mind megoldásban. Ugyanis a születés pillanatában már egy komplett jellemrajzot mutat meg a gyermekről, és ugyanakkor meg tudom nézni az édesanyát is. Tehát ezért is gondoltam ki azt, hogy egy ilyen ingyenes online tanácsadást folytatok most éppen, hogy az újdonsült anyukáknak és a babáknak, mert egy egyszerű ránézéssel megnézzük, hogy anyuka mit tud nyújtani, baba mit vár tőle, és akkor mondjuk egy érzékenyebb megszokott környezethez ragaszkodó babára nem esik rá 10 látogató, mert attól olyan nyűgössé válik, hogy 2 napra is beletelhet, hogy vissza.
visszajön az egyensúly érzése és az a kiegyensúlyozottsága. Ugyanilyen fontos, azt is tudunk például, hogy milyen illeszkedési képességgel rendelkezik a gyermekünk, hiszen az óvodai beilleszkedés sokkal könnyebben menne, hogyha tudnánk azt, hogy mennyire félszeg a gyermek, mennyire könnyen alkalmazkodik egy új helyzethez, mennyire nyitott a kapcsolatteremtő képessége. Hogyha ezek mind ismertek számunkra, akkor tudjuk azt, hogy melyik beilleszkedési módszert válasszuk ki neki. Tehát lehet, hogy mondjuk hosszabb ideig fog tartani, mert a kicsit a megszokások rabja a gyermekünk, de a kiszámíthatóság az nagyon fontos az életében, akkor mondjuk nem akarjuk azt, hogy 3 nap alatt beszokjon az óvodába, mert akkor valószínűleg abból minden napos írása vége, hanem hagyunk neki időt arra, hogy akkor szépen elmegyünk előtte, megnézzük óvonét, megnézzük a helyzetet, meg minden mást, és akkor megszokja észrevétlenül, és akkor a szeptemberi óvoda kezdésnél sokkal kevesebb macerával fog az egész lezajlódni. Ugyanígy nagyon fontos a tanulási képességek ismerete, hiszen a mai oktatási rendszer eléggé balfértekés, tehát van bizonyos logikára felépülő tanmenet, ami nem feltétlenül jó, mondjuk egy balagyféltekés, vagy egy jobbagyféltekés sokkal kreatívabb, intuitív, művészibb oldalú gyermeknek, és az ilyen gyermek hiába jó képességű, hiába magas intelligenciájú, mint ahogy nagyon sok gyerek ilyen a jobbagyféltekések közül, egyszerűen elveszik a mai iskolai rendszerben, viszont nagyon jó, mert a szakma tud újabb és újabb kategóriákat gyártani, tehát most már van BDD, most már van BDD, nosza, hiperaktívok mellett, meg minden mellett, és ezeket a problémás gyerekeket remekül be lehet rakni, és akkor mindenféle papírokat gyártunk, amitől aztán persze egy külön bánásmódban részesülnek, amitől aztán persze önbizalomhiányosak lesznek, mert elnyomják őket, és akkor ezek a nagyon jó képességű gyerekek szépen úgy elvesznek az oktatási rendszerbe is. Ha csak nem, a szülő ugye ilyenkor fogja a hóna alá nyúl, és akkor kiemelje ebből a közegből, és elkezdi maga a gyereknek a képzését folytatni az iskola mellett, mert az még egyfajta megoldás. Egyéb iránt a hiperaktív gyerekek, mindegyiknek van egyfajta zseniális képessége, és pontosan a hiperaktív gyerekek azok, akikkel, hogyha foglalkoznánk már az elején, tipikusan olyan fejlesztéssel, ami az ő számukra szükséges, simán integrálhatóvá válnának az mai oktatási rendszerbe, és amivel problémák nem okozhatnak. Ugye itt a fejlesztésre kitérnék egy kicsit, ugye manapság nagyon divatos az, hogy úgy választunk óvodát, hogy minél többet tudjon az az óvoda produkálni, tehát legyen 26 féle foglalkozás, a gyereknek lehessen válogatni, lehessen jól túlterhelni, nem azt szerint választunk, hogy mire is van szüksége. Most ne, az van, hogy nem minden gyereknek van szüksége fejlesztésre. Van, aki úgy jó, ahogy van, hogyha a babamozgások végig mennek rendesen egymás utánjában, és a babamozgás az első legfontosabb fejlődési folyamat a gyereknek, ezek gátolják a primitív reflexeket, és ahogy legátolnak a primitív reflexek, azok átalakulnak egy magasabb szintű reflexé. Hogyha ezek benn maradnak, akkor ezek simán okozhatnak tanulási problémákat. Tehát a bennragadt primitív reflex, az akár az olvasási problémákban megjelenhet, de megjelenhet a tábláról másolás problématikájában, az, hogy nem tud rendesen ülni, az, hogy izgálgáskodik, tehát ez végül is lehet egyfajta energiatúltengés is, de lehet ezeknek a reflexeknek a megléte, ami egy egyszerű tornagyakorlattal végül is oldható. Tehát, hogyha ezen a babamozgáson végigmegy a gyerek, akkor már az első idegrendszeri fejlődési folyamaton végigmegy, amivel nagyon sokat tettünk az érdekében. Hogyha én ugye csak az asztrológia részéről tudok beszélni a dolognak, hogyha én megnézem, akkor látom azt, hogy a gyerekben a négy alapképességből megvan-e mind a négy, hogyha megvan, akkor nincs külön fejlesztendő terület nála, legfeljebb azt tudom mondani, hogy mondjuk ezt egy kicsit erősítsük, vagy azt egy kicsit ellensúlyozzuk, mert mondjuk nagyon sok az energia, akkor mozgassuk, de tulajdonképpen akkor különösebben nem kell fejlesztő központokba járni, ugyanis a fejlesztések, hogyha fölöslegesek, akkor azok okozhatnak idegrendszeri túlterhelődést a gyereknél, és akkor az ugyanúgy problémát okozhat a mindennapjaiban. Hogyha valamilyen képesség hiányzik, akkor viszont érdemes célzott fejlesztése. Az ilyen képesség lehet például az, hogy teljesen egyszerű módon, ha nem mer belevágni valamiben. Tehát
hogyha bátortalan, hogyha kell neki a kezdőlöket. Ilyen lehet az, hogyha valaki nem kitartó, azt szintén lehet gyakoroltatni egész kicsikortól, és ugyanígy látszik az is, hogyha önbizalom hiányra hajlamos, arra pedig egészen a születéstől kezdve szinte foglalkozni kell, hogy az úgy szépen fölépüljön benne az önbecsülés kérdése. Ugyanígy a tudatos nevelésnek a része az is, hogy ha megvannak ezek a fejlesztések, akkor tulajdonképpen azzal már biztosítottuk a tanulási képességeit, azt is ismerjük, hogy milyen tanulási képességei vannak, akkor már más dolgunk nincsen. Ha tanulási problémái vannak, természetesen akkor arra is érdemes odafigyelni, de akkor már lassan ott vagyunk a kamaszkornál, amit szintén, ha előre fölkészülünk rá, akkor sokkal kevesebb problémát fog okozni számunkra. A kamaszkorban már új szabályokat, új módszereket nem nagyon lehet behozni. Tehát, hogy azt, amit addig megszokott a gyerek, ha megszokta, hogy van családi szabályrendszer, ha megszokta azt, hogy bizonyos korlátok között mozoghat, akkor tulajdonképpen a kamaszkorban is elfogadja azt, hogy megvannak a korlátok. Ezek a korlátok ezek nem feltétlenül korlátoznak, hanem egyfajta magot nyújtanak a gyerek számára. Tehát tudja azt, hogy hol a határa, ez olyan, mint a felállásnál, amikor segítik egy kapaszkodóval, és nem feltétlenül rosszat jelent. Viszont azért szükséges, mert kamaszkorban olyan lelki és testi fejlődésen mennek keresztül, amik számukra is borzasztó nehezek, és ezáltal nekik is nagyon nehéz feldolgozni ezt az állapotot. Fizikailag sokkal fáradékonyabbaká válnak, lustának tűnnek, pedig nem azok, csak egyszerűen megterheli őket ez a fizikai változás. Szellemileg is, vagyis lelkileg is olyan változásokon mennek keresztül, amit nagyon nehéz nekik feldolgozni, mert egyfelől érzik már magukat felnőttnek, másfelől pedig azt érzik, hogy még gyerekek szeretnének lenni, mert a kötelességeket meg nem annyira szeretnék felvállalni, és akkor ez a kettőség érzése, ez borzasztó lelki folyamat, amivel aztán ilyen kicsit szúrósakká, tüskésekké válnak, holott ők is annyira szenvednek tőle, mint amennyire mi szenvedünk tőlük ebben a korban. Tehát ilyenkor érdemes egyfajta leülni a gyerekkel, megbeszélni, ez a határod, ezt engedem, ezt viszont be kell tartani, mert ennek következményei vannak, és akkor ezen belül pedig nyugodtan mozoghat önállóan. De tulajdonképpen, hogyha tudatosan állunk, tehát megismerjük saját magunkat, megismerjük a gyermekünket, akkor már óriási előnyel indul az a gyermek, mert az egész életében tudjuk, hogy mi miért történik vele, tudjuk az egész viselkedését elvinni olyan irányba, és tudjuk segíteni, hogy ő maga kiteljesedjen. Tudjuk azt, hogy merre felé vezet az útja, milyen a képességekkel rendelkezik, mi az, amit esetleg erősíteni kell benne, és amikor ennyire tudatosan állunk hozzá, és esetleg még ehhez a betegségeit is szimbolikusan kezdjük vizsgálni, akkor onnantól kezdve sokkal egyszerűbbé válik az egész gyermeknevelés, és a gyermekek sem lesznek ennyire problémásak, mint amennyire a mai manapság gyártódnak egymás utánjában. Az is nagyon fontos, hogy ugye említettem azt, hogy 0 és 7 éves kor között az anyukára vannak rácsatlakozva, és az ő problémáit mutatják meg kifelé. Viszont 7 és 14 éves korban az egy tanulási időszak. Tehát akkor tanulják meg azt, hogy a saját kapcsolataiban milyen mintákat képviseljenek. Tehát egyfelől vannak az alapminták, amit az első 7 év alatt megtanultak, ez egy nagyon fontos időszak, mert minden alap innen indul. Aztán jön a következő 7 év, amikor viszont már a tágabb szociális környezetből veszik a mintát. Tehát egyszerűen érthetetlen állapotot hozhat számukra létre, hogyha otthon hallanak valamit, hogy így kell viselkedni, ugyanakkor nem azt tapasztalják a szülők részéről, hogy ők úgy viselkednének. És akkor ez egy ilyen ellentétes hatás, hogy most oké, te ezt várod el tőlem, de te miért nem ezt csinálod? És akkor ez egy másfajta minta, hogy nem kell azt csinálni, csak beszélni kell róla. Ez a tipikus eset a vizet prédikál és bort iszik című mutatványnak, amikor ugye hideltelenné válik az a felnőtt, és akkor ez leginkább a kamaszkorban fog majd problémát okozni, amikor aztán valakit a szülő akár úgy még kevésbé fog elvinni. Úgyhogy tulajdonképpen gyorsan összefoglalva, az egész fejlődési folyamatban a legjobban akkor tudjuk trenírozni őket, hogyha ezt az elvet követjük. Természetesen felnőtt egy gyerekek okoskodó asztrológus nélkül is, de nem tudjuk, hogy hány lelki sérülés, vagy mennyi lelki traumát okozott ez az egész történet, mert azért azok a problémák, amik felnőtt korban gátolnak minket, azért mindig visszamegyünk a gyerekkorba. Tehát, hogyha ott az első 7 évben legalább odafigyelünk, és a személyre szabottan úgy foglalkozunk a gyerekkel, ahogy kell, akkor az
az a későbbi felnőtt korában óriási segítség lesz rájuk, vagy nekik. Én azt gondolom, hogy esetleg erről így nagy általánosságban nem beszélnék többet, de hogyha van esetleg valakinek kérdése ezzel a témával kapcsolatban, mert ezt most jól elhadartam, akkor... Mert nehéz, mert ugye minden gyerek más, és most így nagy általánosságban tulajdonképpen három mondatból összefoglalható az egész tudatos nevelés, hogy tudatosan a saját fejlődésemmel foglalkozzak, mert ha én boldog és kényelmes vagyok, a gyerekem is az lesz, a gyerekemet ismerjem meg, és ne akarjam mássá változtatni, mint amilyen, és tulajdonképpen a harmadik pedig az, hogy tudjuk lelassulni, és tényleg 100%-osan arra a gyerekre figyelni, amikor ő igényli. Tehát tulajdonképpen ez az alapja az egésznek. A többi meg már ugye a bővebben kifejtve az meg már a személyiség elemzés része, amikor minden egyes gyerek külön adottságokkal csinálom, most látom, akkor csak azt a két kérdésem lenne, az egyik az, hogy egy-egy ilyen elemzés az mondjuk meghatározó egy bizonyos időszakra, vagy rendszeresen érdemes elmenni ilyen tanácsadásra. Tehát, vagy a születéskor, születés előtt, vagy hogy hát születés előtt nem tudunk elemzést csinálni, mert ugye ahhoz a születési időpont, de a születéskor már, tehát volt már olyan kismamánk, akivel napi rendszeres kapcsolatban voltunk, hogy mikor szül, és akkor amikor megszületett a baba, akkor megcsináltuk az ábrát, hogy akkor tudja, hogy akkor mit kapott. És akkor már nem volt meglepő, hogy most akkor mi miért történik, hanem... Hát ez hosszú távon tudni. Így van, tehát ez úgy történik, hogy egy elemzés az nullától, hát tulajdonképpen felnőtt korig szól. És akkor ebben benne van a szülőkkel való kapcsolati elemzés is, mert az nagyon fontos. Egy nem tudjuk sokszor, hogy mi a Bibi, a gyerek és a szülő között, holott lehet, hogy egyszerűen csak mondjuk a kommunikációs stílusuk nem egyezik. Temperamentumban különböznek, és ha temperamentumban különböznek, akkor már ez eleve lehet egy feszültségforrás. Ugye vagy az anyai minta nem egyezik a gyerek elvárásával, vagy az apai minta. Tehát ezeket mind-mind meg lehet látni, mik az erős pontok, vagy a gyengék, és akkor arra egyikre lehet építkezni, a másikat meg kiküszöbölni, hogy ne okozzon ez problémát. De ez tulajdonképpen egy komplett életre szól. A másik kérdésem az egy picit távolabb áll ettől, egy ismerősömmel beszélgetve, ő azt mondta, hogy a mostanában születendő gyerekek, ugye 2012 aranykor, stb. Egy más életprogrammal, tehát hogy komplexen más életprogrammal születnek le, hogy ez mennyiben valóság. Ez a kedvenc témám, és ez olyan spirituális kategorizálás, mint amikor kategorizáljuk pszichológiailag. Na most, amikor megjelennek el csillaggyerekek, meg ilyen titulosok, persze biztos, hogy másak, meg sokkal érzékenyebb idegrendszerrel születnek a mai gyerekek. Tehát akik 2011 után születnek, azok egy olyan annyira érzékeny idegrendszerük van, hogy mindent sokkal jobban érzékelnek, sokkal több pihenésre, szeretetre van szükségük ahhoz, hogy ők lehiggadjanak, és kicsit elsimuljon az egész történet. Na most, amikor ráfog ezekre a szegény gyerekekre, tehát már olvastam olyat is, hogy ezek a gyerekek azért születnek meg, mert hogy majd ők majd megváltják a világot, és megoldják helyettük, könyörgöm. Nincs elég teher ezeken a gyerekeken? Tehát most még akkor úgy rakjuk rájuk, hogy ti lesztek a világ megváltóak. Különlegesen kezeljük, na most nem mindegyik gyereknél okoz ez problémát, de mondjuk egy ilyen, olyan gyereknél, akinek benne van kódolva, hogy lehet belőle egy nagyon jó vezető is, de lehet belőle egy zsarnok is, most elkezdjük őt kiemelni ebből az egészből, és azt mondani, hogy te aztán a világ megváltó leszel, hát lehet, hogy gyártunk magunknak egy kis terroristát. Tehát nem biztos, hogy jó ez. Én mindenféle kategória ellen vagyok, és ezzel folyamatosan küzdök, mert a média mindig így talál meg, hogy akkor most beszéljünk az indigo gyerekekről, meg a csillaggyerekekről, és én ezt folyamatosan próbálom viszont, és nem. Tehát nem vagyok hajlandó újabb kategóriákat adni vele a gyereket. Én azt gondolom, hogy ez egy földi lét, abból kell a legjobbat kihozni, és hogyha az a gyerek egészségesen fejlődik, és azt az életet fogja megvalósítani, ami neki kódolva van, úgymond a adottságaiba, és ettől még lehető bármi. Tehát ezek lehetőségek. Van egy személyiség, ami aztán egy fejlődésen megy keresztül. Tehát nincs olyan, hogy én most itt megmondom a Frankot, hogy ő belőle most államelnök lesz. Lehet, hogy ott a lehetőség, de nem biztos, hogy él vele. Mert ugye az már szabad akarat kérdése. Csak az adottságai tekintetében lehet megmondani ezt. Nekem ott van az a kérdésem, hogy az elején még beszéltem egy ilyen három fázisról, és ugye az a bányai forgóhoz kapcsolódnak.
Igen. De azt nem mondtad el, hogy melyik fázisnek, hogy milyen. Ja, mert nem akartam belevinni túlzottan szakmai, de elmondom szívesen, hogyha így érdekelt téged. Tehát az első időszak 0-től 7 éves korig, akkor inkább az aszcendens és a hold bolygó az, ami... Igen, tehát az a markáns. Ettől függetlenül mondjuk, hogyha valaki nagyon tüzes temperamentumot, természetesen az fog rajta érződni, hogyha mondjuk vízjegyben áll mind a kettő másik jelölője. Aztán utána belép a Merkur bolygó ebbe a játékba, az a 7-től 14 éves korig, a kisiskoláskor. Aztán utána jön a kamaszkor, akkor a libido bolygók, a Mars, Vénusz, ez ugye kinél melyik az erősebb fiú vagy lányról van szó, és akkor aztán jutunk el a végén a napocskáig. Amikor a kit, igen, a 21 éves kor utáni időszakban, igen. Köszönöm. Igen, tehát ez így logikusan ismert, hogy ugye a 0-tól 7 éves korig az még a kisgyerekkor, ugye ott még az anyához való kötődés sokkal nagyobb, az ösztönös reakciók sokkal erőteljesebbek. A 7-től 14 éves kor az már tanulási időszaka, a tanulás bolygója az a Merkur bolygó. És ugye mondjuk ott is nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy kicsit lassabban tanulós gyerekünk van, vagy gyorsabban tanulós. Más irányzatban azt mondják, hogy 2-14-ig az apa korszakban, de az apa nem egy számban ment a gyerek. Én azt gondolom, hogy mind a két szülőtől, tehát a férfi mintát, meg a női mintát ugyanúgy veszi. Tehát, hogyha probléma van a gyerekkel, akkor 0-tól 7-ig az anya problémája? Nem is azt mondom, hogy az anya problémája, hanem akár az anyáé, akár az anya kapcsolataival kapcsolatos problémák is megjelenhetnek vele. Tehát nincs így ez külön. 7 éves kor fölött, akkor már inkább a külvilágban van keresendő a probléma, a saját kis kapcsolati rendszerében, a 0-tól 7-ig, akkor még nagyon az anyára van ráállva, és az ő problémáját tükrezi. Ettől még lehet mondjuk az anyának az apával való problémája is. Tehát, hogyha az okoz benne belső feszültséget. Amire gondoltam én az, hogy van olyan irányzat, hogy a gyereknél, hogyha mondjuk 7 és 14 év között van valami probléma, akkor az apát nézik meg. Konkrétan erre gondoltam. Nem, én általában azt szoktam csinálni, hogy megnézem az apa-anya kapcsolatát, vagy az köztük levő, vagy fölteszem a kérdést, mert de van olyan gyerek, aki óvodában agresszívan válik, és akkor rögtön az első kérdésem, hogy és mi újság ott van apa-anya között is. Kiderül nagy számban, hogy apa-anya között van feszültség, és ez okoz a gyerekben egy ilyen kitörő agresszivitást. Uh-huh. Úgyhogy mindent, vagy például ekcémás a gyerek, és akkor kiderül, hogy semmivel nem sikerül elmulasztani, és kiderül, hogy az anyuka önbizalom hiányos, és vagy megfelelési kényszeres, és ez simán megjelenik a gyerekben ekcéma formájában. Uh-huh. Vagy anyuka elnyomja például a függetlenségi vágyát. Tehát ő meg akar felelni az anyaságának, nem éli ki a saját úgymond könnyedségét, a függetlenségét, és a gyerekben megjelenhet simán aszmatikus tünetekben, krúpos tünetekben. A legdurvább esetben először csak felső légúti problémákban, aztán utána már gyurkul el a jeleknek a mennyisége. Akkor ez visszavezethető, hogyha egy gyereknek van ilyen problémája van, akkor érdemes menni. Így van, azért mondom, hogy mindig az anyukánál indulunk, hogy vele mi van ilyenkor, és akkor utána megyünk át a gyerekre, mert sokszor ott tudjuk megoldani a probléma gyökerét. Óvodapedagógusok vagy bölcsődei dolgozók mennyire alkalmazzák ezt a módszert, hogy mennyire semmennyire, és ezt nem kellene mondjuk? Hát én azt mondom, hogy de. Tehát én nagyon sok ingyenes tanácsadást folytatok pont ezért, hogy minél többen lássák ezt, mert nincs ebben semmi varázslat, ez arról szól, hogy 0 éves korban a gyerekről készül egy pszichológiai teszt. Tehát egy ilyen, én azért hívom ezt úgy csúnya szóval, hogy használati útmutató. Most ha nagyon csúnya hasonlattal akarnék élni, egy mosógépnek is meg tudom fejteni a működését leírás nélkül, ha akarom, de valószínűleg sokkal több időbe telik, mint amikor elolvasom a leírásot és azt szerint kezelem, és sokkal több dolgot is tudok vele csinálni. És ugye ez a nem mindegy szerintem a különbség. Köszönöm. Igazán ezt le is járt az időm, hogy kitöltöttük, úgyhogy köszönöm a kérdéseket, mert így sikerült. Köszönöm szépen!